A közelmúltban tartott megnyitóra dr. Váradi Né Péterfi Zsuzsanna múzeumigazgató, Herceg József tanácsnok, valamint a múzeum két munkatársa Szabó Antal és Fazekas Ferenc utazott. Bonn mellett a németországi Aalenben, majd a hollandiai Nijmegenben is bemutatják a több országból származó leletekből összeállított tematikus tárlatot. Olyannyira tematikus kiállítás, hogy a római birodalom területéről is csak azokat a bronz szobrokat és egyéb tárgyakat, bronztárgyakat próbáltak összegyűjteni a kollégákkal, amelyek tematikusan a római birodalom határvidékéről, a Limesről származnak. Nekünk nagyon nagy, és nekik is nagyon fontos volt, hogy a láb szerepel ebben a kiállításban, hiszen a láb azért attól függetlenül, hogy 2009-ben került elő, azért ez egy új leletanyag még. Ugye ilyen minőségű és nagyságú bronzszobrok azért nem bronzszobor töredékek, nem minden nap kerülnek elő a földből, tehát azért hála Istennek, a németeknek is ez nagyon fontos volt, hogy ők is bemutathassák a kiállításukban ezt a töredéket. A paksiak igen kedves fogadtatásban részesültek, szakmai szempontból rendkívül gyümölcsöző útról tértek haza. A Paksi Múzeum köszönetképpen gazdag szakirodalmat kapott, és a vendéglátók vállalták, hogy elvégzik a császárláb egyébként igen költséges anyagvizsgálatát. Még azt is felajánlották, hogy a Bonni Landesmúzeum eljön ide Paksra, és Magyarországon egyedülálló módon bemutatkozik egy kiállítással, ami azt hiszem, hogy hát egy fantasztikus dolog lenne. Igaz ugyan, hogy a mi anyagi lehetőségeink azért nem biztos, hogy megengedik egy ilyen kiállításnak a finanszírozását, de hát amennyire én Váradi Né Péterfi Zsuzsanna igazgatónőt ismerem, ő biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy ez a valóban egyedülálló kiállítás ez létrejöhessen. A vezérleletként kiállított császárláb jelentősége többek között abban rejlik, hogy ilyen nagyméretű és ilyen jó állapotú bronzszobor töredék ritkán kerül elő. A vándor kiállítás a Csengő Szomai adásának egyik témája, mellette szó lesz az oktatási magazinban a Szeuzókincsről, illetve egy a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését támogató pályázatról is.